Rendkívüli testületi ülést tartottak augusztus 15-én a Városházán. Három napi rendi pontban hoztak döntéseket a képviselők. Budafok Tétényben évről évre egyre több gyermek születik, így egyre nagyobb az igény a bölcsődei férőhelyekre. Az önkormányzat képviselői egyhangulag szavazták meg egy új bölcsöde építését. A döntés alapján a Terv utca, Halk utca, Park utca, Rákóczi út, Gyula vezér út által határolt területet kiemelt fejlesztési területté alakítják át, és itt épül majd meg az új intézmény. A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat él az elővásárlási jogával, így az eddig fővárosi tulajdonban lévő Nagytétényi út 57-63 szám alatti ingatlant megvásárolja. A több mint 15 ezer négyzetméteres terület egyben és megosztva is hasznosítható. Funkciójáról később döntenek. A testület megválasztotta a Budapest 22. kerületi helyi választási bizottság tagjait.